Soron kívüli értekezletre hívták össze a képviselőtestület tagjait szeptember 27-én. Az ülésről most hallgassák meg azt a sajtóközleményt, melyet szerkesztőségünk Újvár Imre polgármestertől kapott. 2017. szeptember 27. napján soron kívüli ülést tartott Tiszafüred város önkormányzatának képviselőtestülete. Elfogadták a Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT Tiszafüred város víziközműveire vonatkozó fejlesztési tervét, melynek készítésekor az üzemeltetés során felmerült felújításokat, legfontosabb beruházási és pótlási munkákat irányozta elő a társaság. A képviselők egyhangulag egyetértettek abban, hogy a szennyvíztelepen alkalmazott technológia elavultsága miatt fellépő szakhatás megszüntetése tovább nem tűrhet halasztást. A probléma megoldására sürgősen műszaki technikai javaslatokat várnak a TRV ZRT szakembereitől, továbbá 2018. január 31-ig a társaságnak meg kell határoznia a tervezett beruházás teljes költségét annak érdekében, hogy a szükséges fedezet mielőbb rendelkezésre álljon a kivitelezés megkezdéséhez. A képviselőtestület támogatta, hogy Tiszafüreden kutyabarát fürdőhely létesüljön, erre a célra pedig kijelölte a Morotva kerékpáros pihenőpark bejárata mellett a park területén kívül elhelyezkedő víztározó 170-080-171 plusz 150 szelvénykönyvek közötti szakaszát a part éltől számított 60 méter szélességben és 70 méter hosszan. Kutyát fürdetni a kijelölt területen minden év május 1 és szeptember 30-a közötti időszakban lehet. Tiszafüred város önkormányzata ezzel a kezdeményezéssel úttörő a tiszatavi régióban, hiszen még csak hasonló sem működik a térségben. Ingyenes teremhasználatot biztosít az önkormányzat a TKD Spirit Egyesület tiszafüredi szakosztály számára a tiszafüredi polgármesteri hivatal B épületében a tékvandó edzések megtartására egy héten két alkalommal, hétfői és pénteki napokon. A képviselőtestület támogatta az Albatrosz kikötő területbérlet iránti kérelmét a kikötő bővítésére vonatkozóan. A döntés egyrészt az önkormányzat idegenforgalmi adóbevételeinek növelése érdekében született meg, másrészt az üzemeltető további két fő foglalkoztatását vállalta. A Tiszafüredi Városi Sportegyesület sikeresen szerepelt az MLS által kiírt pályázaton, mellyel 164.546.937 forint összegű TAO támogatást nyert a Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont részleges felújításához, valamint a Lipcsei Elemér Sporttelep és a hozzátartozó sportszékház fejlesztéséhez. Tiszafüred város önkormányzatának képviselőtestülete a tervezett beruházáshoz szükséges önerő biztosításához további 3 millió forint összegű támogatással járul hozzá. Változott a helyi népszavazás kezdeményezésének létszámához kötött feltétele. A módosítás értelmében a korábbi 25% helyett a képviselőtestület helyi népszavazást köteles elrendelni, ha azt a település választópolgárainak 20%-a kezdeményezte. Támogatta a képviselőtestület a Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont térítésmentes használatát, a Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András szakgimnáziuma és szakközépiskolája részére, a 2017-es évi szalagavató ünnepség, a táncpróbák és az előkészületek idejére.